Házakat, pincéket és garázsokat öntött el a villámárvíz. Volt olyan pince, ahol egy méter magasan állt a víz, máshol pedig az összes bútort eláztatta a lakásban. Hát nagyon-nagyon nagy vihar volt. Hát hirtelen, hirtelen jött, mi éppen az, ahogy már esett, akkor értünk haza, és rá egy óra múlva a. Pincénk az teli volt vízzel, úgy jött haza édesapám és a férjem, szivattyúzták ki, és, és borzasztó sokáig esett. És szinte ilyen özönvíz jellegű volt, az árkok tele voltak, és itt, itt végig úszott az egész utcán a víz. A helyieket sokkolta a látvány. Televízióknak arról beszéltek, hogy életükben eddig soha nem láttak ekkor esőzést. Ilyen még nem volt itt, amióta itt lakunk. Voltak már itt nagyobb esők, de ehhez fokatot még nem láttunk. Hát az utcából hömpölygött lefele a víz, itt az árkok megteltek minden. Hát sajnos mi vagyunk a legalacsonyabban, így az udvarba befele folyt a víz. És hát a szennyvíz csövön talált bejárat, és a pincéket elárasztotta. Tehát egy 20-25 centi víz volt a pincébe. A tűzoltóknak 17 helyszínen kellett beavatkozniuk.